Az MTK elleni döntetlen után már húsvét hétfőn elkezdte a felkészülést a KTL. A MOL Magyar Kupa negyed a Nyíregyháza vendég lesz a Kecskeméti Téje ma este 20 óra 45 perc korba a majd vasárnap bajnoki mérkőzés vár a csapatra. Mindkét mérkőzésnek megvan a magatétje, hiszen a bajnokságban még akár a negyedik helyre is oda lehet kerülni jó eredményekkel, míg a kupában a négy közé jutása tét. Csütörtökön Balmazújvárosban az MB2 éllovasa nyíregyháza lesz az ellenfél, majd vasárnap a közvetlen rivális Puskás Akadémiát fogadják a Széktói stadionban 17 óra 30 perckor. Ha legyőzik az ellenfelet, a KTE ismét akár újra dobogó közelébe kerülhet.